Evelynnek ma van a születésnapja, és szerintem tök szomorú, amiért nem tudja megünnepelni, de megnyugtattam azzal, hogy nekem meg nyáron van a születésnapom, és szinte minden második éven valamiért elmarad az ünneplés, mert vagy rendezvény van nálunk, vagy nem vagyok otthon, vagy valami mindig van, szóval be tudjuk majd ezt pótolni, most pedig felhívjuk és felköszöntjük úgy, ahogy egyébként a családban mindenkit szoktunk, főleg amikor mindenki 100 felé van. Ezt én is szeretném alátámasztani. Benne vagyok? Megy a felvétel? Ezt én is alá akarom támasztani. Jó van, tágaságban, ne menjél annyira közel, mert nem látlak. Én teljes mértékben egyetért egy csületkával, bár nem azért, hogy ezek itt vannak, csak... Na. Ha már így belekerült a videóba, ezt a sok ruhát a nyaralás előtt válogattam ki, majd szét fogom szortírozni, adok belőle Talmának, Evelynnek, Zsuzsakerinek, és szerintem eladásra is fog majd menni. Majd szerintem beleteszem egy külön részbe. De hol mész? Itt vagyok. De gyere, kezdjük a verset. Fájik a kéz. Hát a videójavas kellett volna. Nyomban ki. Mari, hívom. Mi van veled? Semmi. Videó kell. Másik. Egy másik éves van. De hogyha még csatlakozunk a családhoz, mindenki ordítani fog. Az nem jó, nem akarok csatlakozni. Jó, akkor... Megvárjuk. Várj, megvárjuk. Nem várjuk, mert majd egy óra múlva megpróbáljuk megint. Mitől retkes? Na mindegy. 10 nappal ezelőtt elindultunk Dubajon keresztül, Abu Dhabiba, majd Maldív szigetekre, és pár nappal azelőtt, hogy kitettük a lábunkat az országból, akkor jelent meg a koronavírus nálunk is. Amikor elmentünk, akkor még minden szuper volt, Dubajban, nem Dubajban, hanem aztán Abu Dhabiban, hogy hol láttuk a térképen? Nem tudom. Mindegy. Szóval Dubajban is körülbelül annyi fertőzött volt akkor, mint amennyi most van Magyarországon, ilyen 100 körül. És egyáltalán, tehát hogy nem Dubajban, meg abban az emirátusban, hanem magában az UAE-ben volt elszeparálva egy ponton az összes beteg, és senki nem félt, szóval se a reptéren nem tapasztaltunk semmilyen más fajta viselkedést, még maszkot se viseltek annyian az emberek, sőt még akkor mi sem viseltünk maszkot, mert nem akartunk túlságosan kitűnni a tömegből, meg nem akartuk, hogy azt higgyék, hogy azért hagyjuk a maszkot, mert betegek vagyunk. Egy nagyon jó 2-3 napot töltöttünk el Dubajban, és amikor átmentünk a Maldív-szigetekre, akkor kezdődött el az itthon, hogy maradj otthon. Szóval addig még csak annyi volt, hogy most kezelt, legyél elővigyázatos, ezt csináld, azt csináld, amazt csináld. Aztán így elkezdett romlani az egész helyzet, és ez párhuzamosan a mi nyaralásunkkal történt. Szóval azok az emberek, akik megvádoltak azzal, hogy én most direkt elmentem azért, mert vattól, tehát hogy mindegy, lényegtelen, azoknak szeretném csak elmondani, hogy ez nem volt így megtervezve, főleg úgy, hogy nem is szerettünk, vagyis hogy én nem is szerettem volna elutazni, de nem tudtam mit csinálni, mert, és nem a koronavírus miatt, nem tudtam mit csinálni, mert a jegyem lejárt volna. Az Emirates-nél dolgoztam 2,5 évet, ezt a korábbi videóimból szerintem tudjátok, és volt 3 happy ticketem, amit szerettem volna megosztani anyával és Marcival, és nekik is ez az időpont volt jó, tavaly ilyenkor terveztünk menni. Jó, majd visszahívjuk. Tavaly ilyenkor terveztünk menni, és nem sikerült, mert akkor költöztünk össze Marcival, szóval ezt így elhalasztottuk egy évre, és lehet, hogy bármikor el tudsz utazni bárhová, de mi kifejezetten ide akartunk menni, illetve körutat akartunk csinálni Sri Lankára. Ide pedig nem mindegy, hogy mikor mész, mert ugye van egy high season, ami nem véletlenül high season, az azt jelenti, hogy akkor szoktak mindig a turisták utazni, mert egyébként ami nem ez a high season intervallum, az eléggé esős. Szóval más részét az évben nem igazán tudtuk volna választani, hogyha választottuk volna is, akkor nagyon rizikós lett volna, mert rólam tudni kell, hogy bárhová megyek a trópusokra, mindig hozom magammal az esőt. Szóval akkor is, amikor high season van Tájföldön, és folyton esett Mauritiuson, és folyton esett, amikor ott jártam, és Maldivon is, az első nap még nem, de első nap este már esett az eső, és majdnem másnap reggelig folyamatosan szaridő volt, szóval egy kicsit féltem, hogy már megint úgy fogok járni, mint mindenhol máshol, és így elcseszem anya meg Marci nyaralását, de utána hál' Istennek nagyon jó idő volt. És magáról az utazásról is szeretnék majd nektek mesélni, csak egy másik videóban. Amit szerettem volna elmondani, az az, hogy így nézett ki az elmúlt nem tudom hány hetünk, és pénteken indultunk el, nem pénteken indultunk el, kedden este rám írt a volt kollégám Gergő, akit szerintem ismertek már korábbról az Instastory-ból, az, aki régóta követ.
Hát igen, nagyon szeretem Gergőt. És Gergő mondta, hogy amikor megtudta, hogy az Emirates fel fogja függeszteni a járatait két hónapra Magyarországra, akkor egyből rám gondolt, és egyből rám írt, hogy Ivet, jól lenne hazafelé jönnötök, mert gáz lesz. És mi addig nem is gondolkodtunk azon, hogy itt valami gáz lehet, akkor voltunk, nem tudom, vagy 5 napja már ott. És egy hetet terveztünk eredetileg, és egy nappal hamarabb tűnt, tehát egy nappal hamarabb kellett volna indulnunk haza, hogyha az eredeti tervek alapján megyünk, amit az Emirates miatt kellett gyorsan átkalkulálnunk, mert addig úgy volt, hogy március 19-én megy majd az utolsó gép, és nekünk el kellett volna indulni azzal, úgyhogy 18-án már elhagyjuk a Maldív-szigeteket. És ahelyett, tehát hogy volt egy napunk, a szerdai nap, múlt hét szerdai nap, amikor egész délelőtt azzal foglalkoztunk, hogy akkor most mi lesz, volt ott egy magyar pár, aki szintén Emirates-en indult, ők nem tudtak semmiről, nekik próbáltam segíteni, próbáltam elintézni, hogy anya hazajusson Frankfurtba, próbáltunk ott mindent csinálni, egy teljes egész délelőtt full ilyen nyomottan, búvalbaszottan töltöttünk el, aztán Gergő mondta, hogy végül is 23-áig meghosszabbítják a járatokat, úgyhogy a Maldívon töltött időt letöltöttük úgy, ahogy terveztük, csak nem mentünk át Sri Lankára, ami szintén nagyon fájdalmas, főleg, hogy nagyon-nagyon szomorú voltam, miért nem tudott átmenni oda. Meg akartam mutatni 3 különböző világot neki, ugye a sivatag, aztán a fancy városok, amiket ugye ő még nem nagyon látott, maximum Frankfurtban, a Maldív-szigetek, ami egyszerűen csodálatos, ilyen szép tengert, óceánt, vízpartot még nem láttam soha életemben, pedig már jártam egy pár helyen, és meg akartam mutatni azt az igazi, autentikus Ázsiát, amit úgy nagyjából valamelyes Tájföldön vagy Indonéziában tapasztaltam, bár soha nem jártam még Sri Lankán, és nem tudom, hogy mit várjak tőle, de szerintem az igazán autentikus lett volna. És hegyet másztunk volna, elefántparkba mentünk volna, ilyen nemzeti parkba, tök jó helyen lett volna a szállásunk, hál' Istennek az nem volt olyan drága, szóval, hogyha azt bukjuk, akkor nem bukunk olyan sokat, de lehet, hogy fogjuk bukni. Csütörtökön nem indultunk haza, és pénteken hazaértünk, de nagyon necces volt, mert közben már az Emirates változtatott az egészen, és úgy volt, hogy ha a 20-ai gépre nem férünk fel Budapestre, mert tele lesz, akkor 21-22-én nem is tudunk utazni, de közben Dubaj megmondta, hogy magyarok nem léphetnek be többet az országban, szóval a reptéren kellett volna éjszakáznunk, ott pedig minden szálloda be volt telve aznap este is, amikor 11 órát kellett ott rostokolnunk. Szóval nagyon-nagyon gázos lehetett volna a helyzet, de valahogy így minden a miamunkra játszott, és nem elég, hogy épségben és egészségben időben hazaértünk, és minden flottul ment, de még anyát is fel tudtam pakolni egy frankfurti járatra 1 órával azután, hogy leszálltunk az Emirates-szel Budapesten. És anya is hazaért, és anyát is befogadták, és anyával sem volt semmi gond, és egyébként szerintem egészségesek vagyunk, legalábbis eddig nem volt semmi gond, és ami nagyon megrökönyödtem az az, hogy nagyon sok mindenki ijesztgetett minket arról, hogy mi a helyzet itthon, és jaj, hazajöttök 2 hét karantén, jaj, ez lesz, meg az lesz, meg amaz lesz, és akkor így direkt megkérdeztük az officereket, a reptéren rendőröket, útlevélkezelőket, mindenkit, hogy lesz-e még ellenőrzés, orvosi vizsgálat, karantén kötelezően, blablabla, és azt mondták, hogy nem. Igazából megnézték az útlevelünket, nem jártunk se Iránban, se Dél-Koreában, se Kínában, se nem is tudom én, Olaszországban, és így elengedtek minket, szóval innentől kezdve a mi felelősségünk, hogy itthon maradunk-e vagy sem. És az egész vlog, amit most elkezdek, az arról fog szólni, hogy itthon vagyunk, mert úgy döntöttünk, hogy itthon leszünk. Egyrészt magunkat se akarjuk kitenni a városnak, másrészt a város sem akarjuk kitenni annak a veszélynek, hogyha esetleg mi hordozók lehetnénk, és bárki elkapná tőlünk. Ezért nem is megyünk haza vidékre, holott sokkal jobb lenne eltölteni a karantént nyilván a családban, de otthon van nagyapa, otthon vannak keresztapáik, akik már szintén 50-valahány évesek, szóval nem szeretnénk senkit sem veszélybe sodorni, ezért ezt a 2 hetet biztosan itt fogjuk tölteni a 4 fal között. Jó, most csapjuk le. Csapjuk. Faszomat, én nem hiszem. Csapjuk. Á, nem szeretnék amúgy is, kocintani Hörbire. Petire. Arra a youtuberre, aki nagyon szereti a csád dolgokat. Úgyhogy ígyunk rá! Egészségre! Nem tudom, ki az, de nem, nem mutattam. Nem tudom, ki az gyerekek, de Hörbi. Y-nal? Vagy csak sima híve? Igen. Y-nal? Igen. Király vagy Hörbi? Rád iszunk. Egészség. Azt sem hűtenik el a következő üveggel. Mert csövet kap, szereti apánk. Nem csövet, akkor szereti apáinkát. Kirúgott be minden Emirates járaton. Egy kivételével.
Ja, mert akkor fáradt voltál. Mert majd jöttünk haza. Ja. Hello! Pálinkát fog meg. Ja, igen. Szépen. Na! Most gyorsan elmondjuk, utána megyünk. Elmondjuk, igen. Na. Minket ma ide a szeretet hozott, hogy kívánjunk nagyon sok boldog születésnapot. Bú, ne szomorítson, bána, sose érjen, egész életedben boldogság kísérjen. Nagyon boldog születésnapot. Aztán most már mehetünk a családba. Na, egészség. Egészség. Na, egészségetekre. Csá, köszi. Csá. Köszi. Sziasztok. Mindenki így, így, csak annyit látszik, fejek. Mindenki ízé. Mosolyogjon mindenki! Jó! Na! Na! Mehet! Tehát hozott, hogy kívánjunk na, nagyon sok boldog születésnapot. Ezt kell videózni. Bú, ne szomorítson! Bánat, sose érjen. Egész életedben boldogság. Normálisan. Kísérjen. Na, boldog születésnapot. Az angyal. Hát azért hiányoztok, kicsit megcsókolgatnálak titeket, megölelgetnélek. Nyelvesen. Belenyalnék a filetbe, tesókám, de hát nem lett. Na, egy hármas még. Szia, édesanyám, majd hívlak. Nyomd be a hármas, baba. Majd. Ja, én is jó anyáikat. Csicsot, még most vlogot készítünk. Jó van, na. Én is csinálom, amit kell. Na, sziasztok. Majd hívlak. Jó, szeretlek. Szeretlek, szia. Sziasztok. Jó. Szóval ennyi volt a mai rész. Kövessetek engem Instagramon is, mert ott is vannak felvételek, és lesznek felvételek, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, a karanténban pedig nézzétek a karanténvlogjaimat és a mindennapjaimat, és szórakoztassátok magatokat a Csivetkával. Imádlak titeket! Sziasztok!